Tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Schwarz Anett, junior válogatott szinkronúszó. Szervusz, üdvözöllek! Megjöttetek Görögországból, ahol a világbajnokságon vettetek részt. Hogy sikerült a junior világbajnokság magyar szempontból? Hát már nagyon régen voltak junior világbajnokságon magyar versenyzők, főleg minden korosztályban. Hát voltunk kombival, csapattal, egyénivel és párossal is. Csapattal a 18. helyet szereztük meg, ami nagyon jót jelent. Körülbelül olyan 30 ország vett részt rajta. Kombival a 16. helyet szereztük meg, egyéniben a 10. Cékus Eszter, és párosban pedig, akik kint voltak az olimpián is, Kis Szofi és Cékus Eszter pedig a 12. helyet szerezték meg. Ők voltak az olimpián is. Igen. Az a duó, ugye? Igen, igen. Ott 16-17-ek lettek az olimpián? Igen. Akkor az ember azt gondolna, hogy ha felnőtteknél az olimpián valaki 17., akkor a junioroknál jó előrébb tud végezni. Akkor ezek szerint akkor nagyon erős volt a mezőny a junioroknál is. Igen. Hát nagyon erős volt a mezőny, mert az oroszok, spanyolok, görögök, olaszok, akiknek már eléggé megvan a nevük, és ők felnőtt korosztályban is elővégeznek a mezőny eleje. Így nekik már junior korosztályban is sokkal könnyebb érvényesülniük, mert így, hogy nekünk még nem nagyon van nevünk, és minket nem nagyon jegyeztek meg, így sokkal nehezebb. Akármilyen jó kürt futunk, akkor is nem kapjuk meg azt a pontszámot, amit például egy görög megkap, azért, mert hogy felnőtt versenyben pedig sokkal ügyesebbek. Mi hogy állunk felnőttek terén? Hát nem nagyon van felnőtt versenyzőnk. Hoppá! Úgyhogy akkor ez mínusz 5 pont, ugye? Így indulunk? Hát nem is az, hanem nehezebb, mert például a junior korosztályúaknak ott vannak, akikre felnézzenek a felnőtt versenyzők, meg velük edzenek, és így nekik sokkal könnyebb van, aki segítsen nekük. Előttünk nem nagyon van példa, és így nem, nincs is akikkel edzünk, akik segítenek. Hát most ez egy nagy előrelépés volt, hogy ők ketten kijutottak az olimpiára, megmutatták, hogy a magyarok is itt vannak, és küzdenek, hogy előrelépjünk, úgyhogy ez most sokat segített. Most éppen a magyar csapat ugrott be, ugye, a vízbe? Igen. Ez a csapatgyakorlat? Igen, a csapatgyakorlat. Ott hány fő vesz részt a csapatban? 8. 8 fő. És akkor az egyik te vagy. Igen. A válogatott, azt gondolom, több klubban lévő fiatal hölgyből áll, ugye? Tehát nem egy klubban vagytok. Nem. Mikor tudtok edzeni, mennyire tudtok összejárni, vagy van nálatok is edzőtábor, és éjjel-nappal együtt gyakoroljátok? Hát szerencsére mondjuk a H2 Sport Egyesületből van a legtöbb válogatott versenyző, de most a világbajnokságra úgy készültünk, hogy Hajós Alfréduszodában, Margit-szigeten voltak edzései, és egész nyáron délután 4 órás edzésekkel nem voltunk, és akkor aki mondjuk páran voltak más egyesületből, és ők ugye, mivel mindannyiunknak ott volt edzés, így könnyen meg lehetett oldani. Amit itt most láthatunk gyakorlatot erről, mit lehet tudni, mit érdemes tudni egy laikusnak, aki megy, mit nézze, mit kell látnia? Hát ez egy kanadai koreográfia, olyan február környékén jött hozzánk egy kanadai koreográfus, és ő csinálta meg nekünk a kürt 2 hét alatt. Aztán akik más egyesületből jöttek, őnekik betanítottuk. Ez egy viszonylag könnyebb kűr, viszont elképesztően feszesen kell csinálni. Teli van technikai elemekkel, pont most is, amit látunk, az egy forgás, egy szinten tartott forgás, és ez az egyik legnehezebb technikai elem a kűrben. Sokáig gyakoroltát? Ó, rengeteget, ilyen nappal. És most éppen? Most ez itt talán a legkönnyebb rész benne, mert ez egy lassú rész. Ezt hívjuk egy kicsit talán pihenősebbnek, de azért annyira mégse az, mert igazából itt is végig keményen kell dolgozni, de ez a lágyabb rész. De itt is lehet rontani, nem? Igen, igen. Hol rontottatok, ha egyáltalán rontottatok valahol?
Hát inkább talán szinkronitási hibákban rontottunk egy-két helyen. Ez például ez a gyakorlat, ez jó volt, jó sikerült? Ez a kidobás, igen, jól sikerült. Pont én ugrottam egyébként. Veszélyes, nem? El lehet könnyen rontani. Igen. Mondjuk, hát nagyon sok múlik a kidobáson, hogy hogyan fognak össze, hány akik ugrunk. Azt hiszem 3:30 a csapat, és van a kombinációs kür, ami pedig 4 perc. És addig egy folytában, szinte levegő nélkül. Hát igen, szinte. Van úgy, hogy kapkodtak levegőt? Hát van, amit mi nem látunk sokszor. Ugye nézőtérről, de van úgy, hogy... Van, nagyon sokszor, és ez a legrosszabb, hogy amikor feljövünk víz fölé, akkor se lehet így vihegni, meg ilyesmi, hanem mosolyogni kell. Ezt is nézik, pontozzák egyébként? Nézik, igen, a művészi. Van technikai és művészi bírók, és a technikai ők, ahogy a milyen magasan dolgozunk, meg hasonlókat pontoznak. A művészibe pedig... Jól jöttetek ki itt a vízből? Jó a magasság? Igen, jó a magasság. Most gondolom már ezt visszanézted egyszer-kétszer, ugye? Igen, sokszor visszanéztem. Mi az, ami változtatnál, amikor te lennél az edző? Mi az, ami kicsit másképpen csinálnátok legközelebb? Hát én többet csináltatnám egybe, mert én azt vettem észre, hogy a végére már a csapat nagy része elfáradt, és kicsit így alacsonyabban is dolgoztunk, meg nem mindenki figyelt a számolásra. Tehát magyarul nem jöttetek ki annyira a vízből, igen. A szelet, ugye? Igen. Mert kicsit a végére össze szétesett a csapat, de azért viszonylag jól sikerült. Akkor ezen lehet korrigálni, mert akkor ez csak... Lehet, igen. Az, hogy fizikálisan hogy bírod, ugye? Igen, igen. Ezen múlik. Akkor ez csak edzés kérdése végül is. Tehát arra a képességeitek, akkor azt jelenti, hogy jók. Igen. Mert tudjátok jól csinálni gyakorlatot, hogyha fittek vagytok. Igen, meg azt szokták mondani az edzők is, hogy egyébként ez egy jó csapat, mert ilyen méretbeli különbségek nem nagyon vannak, és így nagyjából egy szinten vagyunk. Igen, igen. És nagyon sok hosszú lábú van a csapatban. És az úgy jól mutat. Igen, igen. Hosszú láb és egy szinten vannak, tehát látványra akarsz, hogy akkor ez így jól meg van szervezve, csinálva ez a koreográfia. Jól tudom, mosolyogba is kell oda menni, ugye, amikor mentek be, ezt is nézik, igen. Ugye? Már az elején mi onnantól, hogy fellépünk a lépcsőre, és felmegyünk a színpadra, onnantól kezdve már mindent néznek. Hallottam olyan esetet, hogy lehet, hogy nem magyaroknál fordult elő, hogy több hölgy van egy csapatban, és voltak, akik összevesztek előtte egymással, és mégis talán mosolyognunk kellett, és ez néha problémát okoz. Hát előfordul ilyen, főleg úgy, hogy a versenybemelegítéseknél ott mindenki feszült és ideges, és mit én, ha valaki nem úgy csinálja, hogy kéne, akkor ott elkezdenek veszekedni, előfordul ilyen. És akkor többen egyre rászállnak? Hát olyan is elő szokott fordulni, de általában azért sikerül összeszedni magunkat, és megbékélünk, mielőtt elcsinyeznénk. És ez hogy tud mosolyogni? Hát kénytelen, mivel muszáj, úgyhogy... Kényszer mosolyog. Igen. Ezt észreveszik egyébként a bírók? Hát szerintem, mert általában azt szoktuk mindig mondani, hogy a vízben szugeráljuk a bírókat, hogy próbáljuk meg elhitetni velük, hogy ezt élvezzük, és örömből csináljuk meg ilyenek. Uh-huh. És azért eléggé feltűnő, hogyha valaki tényleg élvezi, és úgy mosolyog, mint aki így erőltetetten így oda nyom egy vinyort, elég nagy különbség van a ketté között. Hogyha valaki örömködik, úgyis miközben kapkod a levegő után. Igen. Furcsa. De muszáj megjátszani, ugye? Akkor is, mikorha levegő után kapkod. Igen, igen. Olyankor tudtok egymáson segíteni, vagy nem tudtok ilyenkor, mindenki magára figyel gyakorlat közben. Tehát látod, hogy ő egy kicsit lassúbb, szenved, lehet, tud a csapat segíteni? Hát általában az a jó, hogyha hát mindenképpen figyelni kell a másikra. Csapatban elég nehéz azt arra koncentrálni, hogyha mondjuk ő máshogy csinálja, akkor te is, mert akkor itt szétesik, igen, az egész. Igen. Párosban ott jó, hogyha mert másikat figyeled, mert ott csak ketten vagytok, de egy csapatban ott sokkal nehezebb. De persze mindenképpen figyelni kell a másikat. Van itt előttem 3 darab szép aranyérem. Ezt mikor és hol szerezted? Mert akkor ez azt jelenti, bocsáss meg számomra, hogy valahol akkor a magyar szinkronúszókat azért valahol már elismerik, hogyha ilyen sok aranyérmet sikerült begyűjtened. Igen, ezt nyára elején szereztük ezeket az érmeket, Riekában, Horvátországban. Hát ez így a VB előtti ilyen felkészülő verseny volt. Csapattal, párossal és egyéniben indultam.
Hát sikerült mindet megnyerni. Eléggé nehéz volt, mert egyéniben ott volt elődöntő, és ott nem szerepeltem túl jól. Ilyen 6.-8. helyen álltam, és utána jött a kötelező és a döntő, ahol meg sikerült felhoznom első helyre. Nagyon meglepetés volt, mert mikor bementünk az eredményhirdetésre, akkor azt hittük, hogy nem is leszek érmes. És így bemondták, hogy első hely, és így olyan nagy boldogság volt, fel se fogtam, hogy első lettem. Párossal az elődöntőben már nagyon a közönségnek is, és a bíróknak is nagyon tetszett a kőrünk, úgyhogy az elődöntő... Ki volt a párod? Cegle Fanni. És ott már az elődöntőtől... Ő egy régi párod. Igen, már úgy 2-3 éve vagyunk együtt. Akkor már úgy összeszoktatok akkor. Igen. Úgyhogy csapattal is jól sikerült a verseny, úgyhogy csapatban kötelező eredmények alapján az első 10-ben volt az egész csapat. És ezt juniorban szereztem most. Igen, ez junior korosztály. Egész pályafutásod eddig is során nemzetközi versenyről hoztál már haza 3 aranyérmet? Egyszerre. Hát ez is egy nemzetközi verseny volt. Igen, azért, hogy hoztál már? Volt már erre példa? 3 aranyérem nem. Volt 1-2, de 3 nem. Akkor igen. Most az ariekai az a verseny, igen. Ugye? De ez jó, mert ezek szerint akkor junioroknál is akkor odafigyelnek a Schwarzenegger névre, vagy legalábbis most már kezdik megtanulni a pontozók, ugye? Igen. Akkor ez egy jó támpont jövőre nézve. Tehát érdemes akkor jól csinálni, mert most már azért megjegyezték az arcodat, a nevedet a bírók. Hát remélem. Egyéniben egyébként miért nem indultál világbajnokságon? Mert akik kint voltak az olimpián, ők indultak ugye párosra is, meg közülük Cékus Eszter, ő indult egyéniben. Uh-huh. Tehát így, és csak egy versenyző indulhatott. Igen. Hogy szereted a legjobban? Párosban, vagy egyéniben, vagy csapatban? Melyik fekszik neked a legjobban? A páros szeretem a legjobban. Páros. Igen, mert az egyéniben ott egyedül vagyok, és ott jó, hogyha van valaki mellettem a versenyen. Félsz egyedül a vízben? Nem azt mondanám, hogy félek, csak sokkal jobb segítséget ad, hogyha valaki ott áll mellettem, és a vízben őszintén megvalva az is segít, hogy tudom, hogy nem csak én fújdoklak a vízbe, hanem van valaki velem. A csapat az nagyon nehéz, mert ott vannak veszekedések, és ott 8-an vagyunk, és hogyha valaki elrontja, akkor... Ott nagyon hibázás lehetőség végül is. Igen, és a páros a legjobb, mert ott 2-en vagyunk, és ott azért ott meg tudunk egyezni, meg az a legjobb. Csak az kell, hogy akkor viszont ti ne veszekedjetek, ne legyen súlódás közöttetek. Igen. Mert ha van, akkor az már rögtön akkor megmutatkozik, igen. Gondolom, ugye? Olyan sokat emlegeted ezt a furadást. Annyira nehéz egyébként? Hát, igen. Nem próbáltam, még soha nem is fogom, valószínű. Hát igen, elég nehéz, főleg, hogyha ugye végig kell taposni, meg ilyenek, és akkor utána mondjuk egy is fél percre le kell menni a víz alá, úgyhogy már zakatol a szíved, úgy az elég nehéz kibírni. Uh-huh. Főleg a kür végén, egy 2 perc után, amikor mondjuk a végére beraknak egy hosszú lábat, az úgy elég nehéz, igen. Régóta csinálod, nem? Hány éve? 5 éve. 5 éve. Az ember azt gondolná, idő után hozzászokik, hogy nem kap levegőt. Hát... Nem lehet? Nem érzel egy ilyet, hogy most már hosszabb ideig tudsz levegőnél? Hát nem nagyon érzem, mert mindig egyre nehezebbek a koreográfiák, kűrök, egyre több ideig vagyunk víz alatt így, igazából mindig ugyanúgy megfulladunk. Annyi, hogyha minél többet gyakoroljuk ugye a kürt, akkor ugye egy idővel könnyebb lesz. Például, hogyha a legeslegelső versenyen ott sokkal nehezebb, de ahogy egyre többet gyakoroljuk, úgy sokkal könnyebb lesz azért. Anett, mikor és miért lettél szinkronúszó? 5 éve kezdtem el szinkronúszni, előtte akrobatikáztam, és végül abba hagytam, mert nem nagyon foglalkoztak velünk, és nyáron voltunk anyuékkal nyaralni, és a tengerben imádom a vizet. És anyuék mondták, hogy hát akkor miért nem megyek el úszni, de mondtam, hogy azt nem akarok, mert hogy nagyon monoton sport, és hogy nem szeretnék úszni, és akkor anyuék keresgéltek sportokat, és megtaláltak ezt a szinkronúszást, hogy ez mégse úszás, de zene egyben, és hogy kecses, és elvittek nyáron egy versenyre, akkor ott megnéztem, és nagyon-nagyon megtetszett, és szeptemberben elmentem ugye a H2O Sportegyesületbe, és elmentem egy bemutató edzésre, és akkor onnantól kezdve beleszerettem, és így elkezdtem szinkronúszni.
Mi az alap, amivel rendelkeznie kell valakinek, aki szinkronúszó szeretne lenni? Muszáj, hogy tudjon úszni, muszáj, hogy tudjon a fülén is levegőt venni, van-e valami, vagy bárki lehet szinkronúszó? Ez attól függ, hogy milyen, hány évesen kezdi el a szinkronúszást, mert ha a fiatalon elkezdi, mondjuk ilyen 7-8 évesen, akkor hát van ilyen alapoktatás, amikor még elkezdenek úszni, és hogyha már megtanult rendesen úszni, akkor utána szoktak szinkronúszni. Én ilyen 10 évesen kezdtem el körülbelül, és tudtam már úszni, a sulival jártunk. Nézték is egyébként? Ellenőrzik? Vagy igen, mindenféleképpen, de ami nagyon fontos szempont még a lazaság, hogy például földön mennyire van meg a spárga, meg hasonlók. Ez rendben volt neked. Igen, rendben volt. És? Jó választás volt? Igen, jó választás volt, én nagyon szeretem. Hát csak úgy szinkronúszó nem nagyon van úgy a középpontban. Hát nem nagyon, de szerintem mégis egy egyedi sportág, szóval nem sokan mondhatják el magukról. És jó ezt látni, amikor elkezdek mesélni róla, és így látom az arcokon, hogy tökre érdekli őket. Például voltam nyár elején, középszünti érettségin, előrehozotton, és a választott sportágat húztam szóbelin, és nagyon jó érzés volt, hogy a szinkronúszást választottam, és arról meséltem, és hogy akik benn voltak tanárok, és hallgatták, hogy nagyon érdeklődéssel néztek, hogy hú, ez milyen, meg kérdezgettek, és nagyon jó érzés volt. Most az, hogy az olimpiára 12 év után sikerült kijutnunk szinkronúszásban, ez lendíthet valamit a sporton, sportág ismertségén, vagy marad minden a régiben? Hát szerintem ez rengeteget lendített rajta. 12 év az nagyon sok, és most már azért tényleg így jegyzik meg a nevünket, hogy itt vannak a magyarok, és hogy voltak olimpián, és ez nagyon sokat segített. Rio? Hát, még elég messze van, de hát na persze nagyon örülnék, hogyha sikerülne, de még nagyon sok dolog van, ami dönt ebben azt kapcsolatban. Azt mondják, az egyik várományos, te lehetsz, akinek sikerülhet kijutni. Hát, én nem tudom, még egyelőre, még sok dologtól függ, úgyhogy így. Mitől? Ezt még nem tudom mondani. Hát egyelőre még úgy az edző sincsen, mármint, hogy így még nincs kialakítva, hogy legyen, meg mint legyen, és a szövetség is, a szinkronúszó szövetség is eléggé káoszos, úgyhogy így eléggé labilis minden. De még képlékeny még minden, akkor mi hogy fog működni, lesz edző, jól értem a szavaidat, ugye? Igen, igen. Klub az van legalább? Klub az van, igen. Na most ahhoz képest elég jól tudtok működni, szerepelni. Akkor mi lenne akkor, ha minden jól működne? Ó, hát akkor nagyon sok minden lenne. Hát akkor sokkal több lenne ebbe a magyar szinkronúszó sportban? Igen. Hát meg ez pénz kérdése is, hogy hogyan sikerül, mert azért a szülők se tudnak mindent fizetni, úgyhogy nagyon sok múlik még rajta. Hát igen, de látod, végül csak sikerült kijutni az olimpiára most 2012-ben. Igen. Nem sokan fogadtak volna erre, ugye? Annó, hogy hát reménykedtünk, de nem hinném, hogy sokan számítottak rá. De ezek szerint akkor mégiscsak meg lehet oldani, még hogyha tudom a jól, hogy nagyon nehéz nektek itthon. Magyar vagy külföldi edző lenne jó nektek, vagy mindegy, csak legyen egy jól működő egység? Hát szerintem igazából mindegy. Persze mindenképpen a legjobb az lenne, hogyha mondjuk egy orosz edző jönne hozzánk, mert az szerintem... Akinek neve is van, és igen. Akkor a bíróknál már számít, hogy igen, az ő versenyzője. Igen, az nagyon sokat számítana, de már annak is örülnénk, ha egy rendes magyar edző lenne, aki fegyelmez minket. Egész nyáron vízben voltál, ugye? Igen. És általában mégsem pihentél. Hát nem nagyon. Hogy hát is van ez? Hát ugye februárban csinálta meg a kanadai edző a kürt, akkor még a klubban edzettünk és jártunk kisebb versenyekre. Utána a Rijeka előttől, úgy körülbelül 2-3 héttel kezdtünk el rendesen, folyamatosan edzeni, és Rijeka után nyár elejétől pedig végig nyomtuk napi két edzéssel, kivétel hétvégente. Uh-huh.
egyedül hétvégente tudtunk pihenni, amit úgy nyárnak nevezhetnénk, akkor mentünk el a családdal esetleg Balatonra, vagy szerveztünk közös de programokat. Akkor is mentél a vízbe ezek szerint. Igen, akkor is voltam vízbe. Nem gyakoroltál semmit? Nem, semmit. Úgyhogy egész nyarat végigedzettük, és most hétfőn jöttünk haza a világbajnokságról. És akkor ezzel tulajdonképpen véget is ért ez a versenyszezon, ugye? És akkor most Igen. egy új kezdődik nálatok, ugye, a naptáratok szerint. Igen. Mi lesz? Milyen versenyek várnak rád közeljövőben? Hát most párossal elkezdtünk egy új koreográfiát csinálni, amit most megpróbálunk minél hamarabb befejezni. Egy komolyabbat, ami most már junior korosztályban ütős, ugye? Egy sokkal erősebbet. Hát egyelőre még nem beszéltük meg, mert most 2 hét pihenünk van, és utána majd leülünk az Egyesületbe megbeszélni, hogy akkor hova menjünk, mert rengeteg verseny van, csak meg kell beszélni, hogy melyikekre utazzunk. Sok versenyre szeretnél menni, vagy azt mondod, hogy most már 1-2 bőven elég? Ebben az évben már kiversenyezted magad? Hát most egy kicsit kiversenyeztem magam, de persze mindenképpen, ha úgy esik alkalom, hogy valahol külföldre menjünk versenyre, akkor nagyon szívesen megyek. Jövőre mi várható? Milyen világbajnokság, Európa-bajnokság? Mi lesz nálatok? Hát a junior Európa-bajnokságot elméletileg itt fogják Budapesten rendezni. Na. Ami nagyon jó. Ez egy óriási lehetőség ahhoz, hogy junior EB-ről akár érmet is elhozzá. Hát az érem szerintem azért az túlzás, azt nem hinném. Már miért túlzás? Kis edzés, kis munka? Hát ahhoz elég sok. Aznapi 24 órás munkát jelentene szerintem. Jó, de hát aki ennyi aranyérmet tud nyerni, ne haragudjál azért. Ott csak motoszkál valami tehetség. Hát igen, de hát már az is nagy szó lenne, ha döntőbe kerülnénk. Uh-huh. Szerintem az lenne az elsődleges cél. De az első 3 hely az úgy le van fixálva, hogy oroszok, japánok, Kína, mondjuk persze Európa-bajnokság lesz, de még mindig ott vannak a spanyolok, olaszok, görögök. Tessék bízni magadba. Jó? Én bízok csak. És ez mikor lesz? Májusban? Még nincs lefixálva. Még nincs lefixálva. Tehát igazából akkor most ugye erre készülsz. Hát igen. Meg párosban is, ugye? Fannival. Igen. Akkor most ez a műgy ott van, hogy nagyobb cél. Igen, ez az Európa-bajnokság talán. És iskolában mikor fogsz járni? Hát ez is egy jó kérdés. Megkezdődött már az iskola, de jól tudom, Mika, egy napot voltál? Igen, kedden volt, szerdán voltam először suliban. Így is már nagyon nehéz, mert ugye 2 hetet hiányoztam, és a sok pótlás, meg ebben az évben fogok kísérettségizni, és úgyhogy sok minden lesz, de hát remélem meg tudom oldani. Na hát bízunk benne. Fiatal vagy, erős vagy, kis munka. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. A gyógyulásnak számtalan útja van, de nem kell mindet végigjárni. Ha együtt van test, lélek, szellem harmóniája, gyógyult vagy. És ha a gyógyszer már nem segít, fordulj a természethez. Alternatív. Minden hét.